Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Tartalmas rádióhallgatást kívánok a csütörtökijötös hallgatóinak. Mai első óránk vendége így a nyári szabadságolások kezdetén, most, pár nap szabadságra hazaugrott Magyarországra. De egyébként is szabadságnak fogható fel az az életforma, melynek során eddig már vagy háromszor kerülte meg a földet. Közben pedig életérzéseket, történeteket, beszámolókat hoz a nagyvilágból. Méghozzá igazi értékekről, szépségekről, finomságokról. Mindezt teszi szórakoztató tartalommal, fotókkal és nem kis vagánysággal. Így volt ez már rádióriporter korszakában, majd divatóiságíróként, hat éve pedig független, szabad világutazóként. Ahogy magát gyakran jellemzi, ő egy 21. századi történetmesélő digitális nomád, Szűcs Pétert köszöntöm. Szervusz Péter, szép jó délelőttet itt az ötösben. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást és a zavarba ejtő szavakat. Majd remélem, hogy rászolgálunk a következő közel egy órában, hogy, hogy többször jöjj zavarba, bár nem szándékom, de hát ugye Szerbiából érkeztél most a napokban, és meghökkentett, hogy Szerbiában először jártál. Szóval, hogy előbb volt a te életedben mondjuk Irán, Kolumbia, Amerika, a nagyvárosok, vagy akár a Kilimanjaro teteje, mint mondjuk itt a közeli Szerbia? Igen, ez pontosan így történt, de egyébként ez egy tudatos döntés a részemről, hogy amíg van erőm, és amíg nagyon messze tudok menni, és mondjuk föl tudok mászni a Kilimanjaro csúcsára, addig én ezeket szeretném megtenni, és ahogyan idősödöm, én idén leszek 46, akkor... Fontos évszámok és sarkkövek ezek a különösen kerek évfordulók. Igen, azok, azok szerintem is fontosak, meg megünneplésre méltóak, de arra gondoltam, hogy ahogyan telik az idő, én egyre közelebbi úti célokat választok, és azt már régóta tudom, hogy nem kell messzire menni ahhoz, hogy az ember nagyszerű felfedezéseket tegyen, mert eljön az a pillanat, egy bizonyos idei utazás után, hogy az ember azt, ami a közelében van, azt elkezdi másképp látni. Sokkal mélyebben, tisztábban, élesebben. És ugyanúgy rá tud csodálkozni mondjuk egy növényre, vagy egy mellette ülő emberre, és ezt a látásmódot hozza magával az, hogyha az ember nagyon sok mindent Igyekszik felfedezni a világból. Tehát nem kell feltétlenül messzire menni, de ahhoz, hogy az ember élesebben lássa hozzá a legközelebb eső dolgokat is, annak szerintem jót tesz, hogyha messzire is megy. Igen, mert hogy most a napokban is számos ismerős posztolgat, és hát ugye mit nézegetünk az újságok helyett, mellett a posztokat, és azt látjuk, hogy mindenki sora tengerpartokról jelentkezik be, és annyira vágynék egy olyan sorozatra, hogy mecsek, bük, és hogy hazánk szépségeit felfedezni. Neked is voltak nagy felfedezéseid, és nem, tényleg nem mentél olyan nagyon messzire, tehát milyen élményt jelentett mondjuk a hortobágyi juhászokkal együtt lakni, vagy. A napi egyenlőséget akartam megünnepelni a hortobágyi juhászokkal, akik egyébként félnomád életmódot folytatnak, és erre is azért vállalkoztam, mert akkor már megismertem nomád törzseket, például az Iránban élő kaskály törzset. Ez a kaskály szó az azt jelenti, hogy sajtkészítő, és egy török törzs, akik Isztambul környékéről indultak mm -hmm. el egy ilyen 500 évvel ezelőtt, és Iránban kötöttek ki, és a velük töltött idő hozta elő bennem azt, hogy miért nem látogatom meg a Hortobágyon élő pásztorokat, hiszen én ott születtem, ott nőttem föl, nem a Hortobágyon, hanem faluban, de hogy az az én otthonom, ez a bihari rész. És ö, soha nem töltöttem velük annyi időt, amennyit lehetett volna, bár a, ahol a nagyszüleim éltek, meg ahonnan származom, Bihar nagyban, az egy pici kelet-magyarországi falucska, ott én az elég sok időt eltöltöttem a juhászokkal, meg a pásztorokkal, még gyerekként, mert izgalmas volt az, ahogyan éltek nekem már akkor. Mert hogy közel voltak a természethez. Igen. És közel, közel a természethez, de kicsit magányosan. És valahogy ez az egyedüllét és ez a magány, ez úgy végigkíséri a hivatásaidat is, meg hát a szenvedélyeidet és a hobbiaidat is. A magány az nem feltétlenül jelent egyfajta olyan sírós, befelé fordulást, de hát ha a szenvedét vesszük is, Szerbiából éppen kedden hajnalban érkeztél, a jóga világnapjára, nem tudom, hogy ezt jegyzede és meg is ünnepled-e? Hát, hát a jogázással szoktam ezt megünnepelni, de mivel minden napom része valamilyen módon a joga vagy a meditáció, innentől kezdve így megemlékezem mm. róla valamilyen módon, de minden nap megemlékezem róla, és ez nagyon fontos része az én életemnek egyébként, a joga. Mm. Például egy naphimnusza, vagy egy napindítóval akár. Igen. <laughs> és hát ugye a joga is a befelé figyelésről szól, megismered önmagad, és ezáltal mondjuk el tudsz engedni dolgokat, vagy az élet problémáit könnyebben le magáról az ember? Igazából akkor, amikor az ember egyedül utazik, én ezt olyan 8 évvel ezelőtt ö, utaztam egyedül Kolumbiába egyébként. Akkor még egy divatlap főszerkesztője voltam, és ö, vágytam valami nagyon autentikus élményre. A New Yorki hétre voltam akkor hivatalos, és onnan repültem át Bogotába, mm -hmm. egyébként Gabriel García Márquez nyomába, mert hogy ő az egyik kedvenc íróm aki miatt megtanultam spanyolul, mert eredetűen szerettem volna olvasni a száz év magányt, és e, akkor e, nagyon sok félelmével szembenéz az ember, amikor először utazik egyedül. És hogy milyen megnyugtató e, dolgok történnek vele rögtön, amikor egyedül elutazik, a, én a repülőgépen New York és Bogota között egy e, olyan párbeszédre lettem figyelmes, ami az én orromról szól, a mellettem ülő székekben egy... 65 év körüli kolumbiai házas pár arról beszélgető, hogy nézd meg, olyan az ő orra, mint az attilláé. <laughs> és akkor um, én furcsának találtam ezt egyébként, és szóltam nekik, hogy értem, amit mondanak, és nagyon kíváncsiak, hogy kire gondolnak ki, az az Attila. Mert Attila, a Hun uh -huh. vagy hogy, hogy, uh -huh. hogy jön. Ez? Hát hogy nem, tehát az nincs ráírva az emberre, hogy honnan érkezik, meg még nem szólalt meg. Légiutas kísérővel angolul mondott, váltott egy-két mondatot. És kiderült, hogy ennek a kolumbiai házaspárnak a lánya, az egy magyar fiúhoz ment feleségül, Budapesten élnek, a második kerületben, és a fiút Attilának hívják, uh -huh. és ők valami jellegzetességet vé eltek felfedezni rajtam, ami erre a magyar fiúra emlékezteti őket, és mondtam, hogy nagyon jó úton járnak, én is magyar vagyok, sőt, még én is a második keretben lakom Budapesten, de ha már így elkezdtünk barátkozni vagy beszélgetni, akkor kérem, hogy oszlassák el a félelmeimet, mert én először utazom egyedül, és csak rosszat hallottam Kolumbiáról. Veszélyes, mm -hmm. bármi megtörténhet az emberrel, emberrablók fogják őt elvinni, elveszik a bankkártyát, mindenféle rémtörténeteket, és akkor a, az úr kért a légutas kísérőtől egy szalvétát, és lerajzolta, hogy Bogotában melyik utcában ne, leírta a mobil, nem a mobil számát, a vonalas telefonszámát, összehajtotta a szalvétát, és azt mondta, hogy a mi fiunk vagy mostantól, biztonságban vagy Kolumbiában remekül fogod magad érezni, bármi történik, hívsz, nincs hol aludnod, nálunk van otthonod. Így indult az első utam, amit már felnőtt férfiként egyedül tettem meg. Lehet ilyenkor arra gondolni, hogy miért nem hamarabb kezdi el az ember az önmagával való nagy találkozásokat. Van, aki hamarabb kezdi el. Van, akinek valamilyen más módon történik ez meg. Én nagyon vágytam arra, hogy egyedül legyek, és olyan próbatételekre vágytam, amiből kiderül az, hogy ki is vagyok valójában egyébként, vagy mi az, amitől igazán jól érzem magam. Tehát az egyedülutazás, az nem azt jelenti, hogy az ember egyedül van. Az azt jelenti, hogy akkor, amikor egyedül akar lenni, akkor egyedül lehet. Minden más alkalomra találhat magának társaságot, amennyiben szeretne, de olyan más élményt gyűjt az az ember, aki egyedül utazik, mert egészen egyszerűen százszázalékosan bele tud épülni a helyiek életébe. Akkor, amikor már egy pár éve utaztam, mert hat évvel ezelőtt kezdődött el ez a független élet, akkor én azt találtam ki, hogy egy hónapra, ha meg tudom tenni, hogy elmegyek valamilyen országba, akkor az első éjszakát foglalom le, vagy még az sem, és hagyom, hogy a történet megírja önmagát, mert az, akivel találkozom, az, ami történik velem, az az én utam. Ez egy kísérlet egyébként, remekül működik, nagyon izgalmas találkozásokat köszönhetek ennek, illetve így vettem azt is észre, hogy van, amikor még az első éjszakát sem jó lefoglalni, mert az ember nem tud folyamatosan a jelenben lenni, hanem kirántja azt, hogy oda kell érnem uh -huh. a foglalt szállásomra. Amikor Indiába mentem, Párizsból repültem Mumbai városába, akkor egy fiatal, a 20, az ötödik házassági évfordulójukat ünneplő indiai házas pár, 20 évesek voltak, ültek körülöttem, és aztak, hogy nem tudtak egymás mellé csekkolni, szeretnék azt, hogyha helyet cserélnénk. És mondtam, hogy hát mi sem természetesebb, nekem teljesen mindegy, hogy hol ülök, ők üljenek egymás, mert örülök, hogy segíthetek. És amikor leszálltunk a gépről, akkor azt mondták, hogy mivel jót tettem velük, ezért kérhetek valamit, pont mint a mesében. Mm. És ugye ne felejtsük el, hogy abban az országban érkeztem meg, ahonnan a karma fogalma is származik, amit a magyar népmesékben a jó tett helyébe jót várj, írja le gyönyörűen és nagyon egyszerűen. És én azt mondtam, hogy hívjatok már egy uber mert nincs indiai telefonkártyám se, és ők azt mondták, hogy tudod mi, gyere elverünk vacsorázni, és majd hívunk neked egy Uber-t. És belecsöppentem az ő életükbe, megismertem a szüleiket, a nagyszüleiket, jogázni tanultam aztán, az éde a nagypapa az egy gurú, és olyan helyekre jutottam el Mumbai városában, ahová egyébként nem jutottam mm -hmm. volna el tehát, hogy ezeknek nem hát ez sok az minden improvizáció, Tehát a művészet ezt az improvizációval fogalmazza meg, hogy, hogy a váratlan helyzetekre is készen kell lenni, tehát a nyitottságoddal, a kreativitásoddal, hogy a következő pillanatban, és hát ez valóban egy ilyen felnőtt erőpróba, hogy, hogy, hogy miként, miként tudsz átlendülni a nehézségeken. És folyamatosan ébernek kell lenni, és figyelni azt, hogy mi az, amit az ember elé tesz, az az ország vagy az a város. Természetesen, hogy rövidebb időre megyek felfedezni egy várost, akkor azért vannak olyan pontok, amiket kijelölök, hogy mit, mit akarok megnézni, hová akarok elmenni. Sőt, olyan is van, hogy nagyon ö, szigorúan össze van rakva, ha mondjuk három vagy négy napot töltök el valahol. De akkor, amikor így bele tudok merülni, és szerencsére ezt meg tudtam tenni fantasztikus országokban, mint Brazília vagy Peru, akkor, akkor ezek sokkal különlegesebb történeteket adnak, mint hogyha ö, megterveztem volna őket, és hiába tervez bármit az ember, az mindig másképpen alakul. Gondolta valaki, hogy lesz egy olyan ö, vírus, ami miatt leáll a világ, mm -hmm. és a világ összes országa nem látogatható kategóriába kerül? Nem, hiába tervezte meg az mm -hmm. ember akkor az útja, hogy hiába vette meg a repülőjegyét Beirutba, én egy ilyet buktam el egyébként ja. am akkor, amikor az elindult. De rögtön alkalmazkodtam a kialakult helyzethez, és elkezdtem könyvet írni az utazásaim inspirációiból, élményanyagából, meg az elmúlt évtizedeim élményanyagából, és úgy utaztam, hogy egy helyben voltam, de időben is gondolatban is, meg mindenhogyan. Tehát, hogy azzal, ami adatik, azzal mindig érdemes kezdeni Igen. valamit. És azért jó talán az egyedül levés, vagy az egyedül utazás, mert jobban rá tudsz fókuszálni a következő úticéra. Közben ugye ezeket meg is írott, tehát ez nem arról szól a te életformádban az utóbbi hat évben, hogy kiülsz a medence szélére, és banánkoktélt szűrcsölsz. Szür ez is beleférhet, Belefér? ha éppen Igen. adódik, de alapvetően én egy olyan életet alakítottam ki, hogy ez lett a munkahelyem. Tehát az utazás lett az otthonom és a munkahelyem is valamilyen módon. Valahogy egy picit azért egoistává is teszi az embert, mert egyedül van. Tehát kicsit arra készteti, hogy érezzem jól magam, magamra koncentrálok, nincs a másik, nincs a másik felem ott. Egyébként én is például, ha színházba, moziba megyek, akkor leginkább egyedül szeretem tenni, mert közben azért figyelem, figyelnem kellene a partneremre, hogy neki jó élménye, hogy, hogy nem Lutrit, Lutrida hívtam őt el, tehát akkor, akkor tulajdonképpen az én, vesz, az én vesztés következik be, és, és talán persze jók ezek a közös élmények, úti élményben, kulturális élményben is, de valahol, valahol a fókuszra elfelejtünk akkor figyelni. Igen, de azért egy fontos dolog az, hogy én nem annyira magamra figyelek, mint arra a kultúrára, amiben mm -hmm. éppen meg akarok mártózni. Mert ha egy tőlünk távolabb első országba érkezünk meg, ahol mások a szokások, más a nyelv, más a kultúra, akkor nem magunkra kell figyelni, hanem azokra az emberekre, vagy arra a kultúrára, hogy hogyan lehetünk valamilyen módon részei ennek. Olyan csodálatos dolgok történnek az emberrel egyébként, hogyha nyitott szívvel indul el, mert hogy nyitott emberekkel találkozik valószínűleg ennek köszönhetően, és tényleg csodálatos történeteket gyűjt, mm. meg, meg, az is fontos szerintem, hogy a, ez a jó tett helyében jót várja, amiről már beszéltünk, hogy, hogy az érződik valakin, hogy milyen szándékkal érkezik. Tehát akkor, amikor egy uh, latinamerikai uh, dzsungelben mondjuk őslakókkal találkozik az ember, akkor ők ösztönösen érzik, hogy, hogy valamit akar tőle, valamit el akar tőle venni, vagy valamit adni akar, mm. vagy, vagy szeretné megismerni az ő életüket, vagy szeretne valamilyen módon részt venni az ő hétköznapjaikban, tehát hogy... Ez, ez részedről innentől már pszichológia is, tehát hogy olyan Kémiát kialakítani, az ő aurájukba bekerülni, hogy legyen bizalmuk ahhoz, hogy lefotózd őket, hogy a tekintetükben néz. Tehát a tekintetben nézés is már ott kezdődik, hogy ne legyen tolakodó, hogy valami bizalomgerjesztő kapcsolat alakuljon ki, és a közöttük levés, hogy például engedjék aztán lefotózni. Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert hogy én nem lefotózom ezeket az embereket, hanem kapcsolatot építek velük, és az idő, az energia, az munka, hogy fölépül egy olyan kapcsolat, és a közöttünk lévő kapcsolat jelenik meg az utána képen. Az összes portrém olyan emberekkel készült, akik, akikkel van egy történetem. Tehát, és sokszor előfordult az, hogy visszavittem az adott országba a képet. Például pont Iránba egyébként volt egy kiállításom, az volt a címe, hogy újra definiált férfiasság, persa Perzsa portrék, és akkor, amikor vége lett, a, a, azt hiszem, egy hónapig ö, voltak kint ezek a képek, akkor ö, a hónom alá vettem hármat, négyet, és visszavittem Iszfahán városába azoknak az embereknek, akikről készült. Uh -huh. Egy még. Ö, egyszerűen nem hittem el egyébként Iránban, hogy létezik uh -huh. ez a csoda ez a világ, amiben ott meg uh, tudta valamilyen módon um, mártózni, és vissza akartam menni, és ez egy jó, jó ok vagy indok Igen. volt, hogy akkor vigyek vissza a képekből, és uh, nagyon nagy örömöt okozott az, hogy, hogy kaptak valamit. Egyébként egy alaptörvénye az életnek szerintem, hogy hogy mindig adjon vissza, mindig adja vissza a Földnek. Ha csak a kávézatszat adja vissza, mondjuk, és a, abból a, 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 a humusz lesz, vagy szebben virágzik be tőle a rózsa, e, akkor már e, valamit tett azért a körforgásért, amiről a világ szól. És ezeket az egyszerű bölcsességeket egyébként nem kell feltétlenül a sámánoktól megtanulnunk, mert én a nagyszüleimtől is folyton ezt hallottam. Tehát nem. az, hogy nem, nem folyamatos növekedés van, hanem körforgás van, azt mindannyian látjuk magunk körül, és most nem kell semmilyen rendszerre gondolni, ö, hanem egyszerűen látjuk, hogy a, a, az ősz után a tél jön, a tél után a tavasz, a tavasz, és ez így ismétlődik. A természet megfigyelés az már a gyerekkorodból adódik, hiszen botanikusnak készültél, Igen. kertésztechnikus az a végzettséggel, aztán elindultál, és teljesen máshol kötöttél ki, Ö, többek között hát az első nagy állomásod az egy ilyen rádióstúdió volt. A Magyar Rádióban te készítettél, és a kihívások korszaka már itt elkezdődött, a lehetetlen megoldani vágyó fiatalember életében, mert hogy foglalkoztál te divat témákkal, illattal foglalkozó témákkal, tehát ami rádióban nem igazán veszi ki magát, a szavak nyelvén kell az érzékről, az érzékiségről beszélni, vagy éppenséggel a vizualitásról, amit a divat jelent. Tehát lefesteni a színeket, a formákat, a, az otkotűrt és egyéb, egyéb um, divat történéseket. Szóval um, a kihívások azok megadattak már egészen fiatalkorban. Igen, a rádióban egyébként kulturális újságírással mm -hmm. foglalkoztam, és író uh, íróinterjúkat csináltam, rengeteget, miután kiderült ott a uh, szerkesztők, meg a főnökeimnek, hogy én beszélek uh, nyelveket akkor, hogyha valaki jött, akinél lehetett ezt használni, akkor engem küldtek. Tehát én, én majdnem gyakornokként készítettem nagy interjút a Mario Vargas akkor, amikor Budapesten járt. Meg hát, a, meg hát olyan nagy öröm volt, mondjuk Konrád Györgyel beszélgetni, ő vele azért beszélgettem, hogy én is Berettyőjfölból származom, és ő is ott Igen. nőtt föl, és ez egy nagyon különleges, érdekes találkozás volt. Egyébként én neki is köszönetet mondtam ah. az első regényemnek a végén, mert én ittől nagyon sokat tanultam. Többször beszélgettünk, több interjú készült. Remélem, hogy ezeket még meg lehet találni hmm. a Magyar Rádió Archívumában valahol, mert hogy ezek nekem sincsenek meg, és értékes beszélgetések voltak. Jó lenne őket visszahallgatni. És a divatról beszélni, vagy a vizualitásról, az meg azért volt kihívás abban az időben, mert nem volt még videócsatorna, és mindenről történetekkel, szavak kellett beszélni, úgyhogy nem tudja az ember megjeleníteni. Ami azt gondolom, hogy egy ö, olyan pluszt adhat az emberhez akkor, hogy megtanul történeteken keresztül kommunikálni, mondjuk több százezer vagy több millió emberrel, és egészen másképp kell elmélyíteni a mondani valóját akkor, amikor csak a szavak állnak a rendelkezésére, mint amikor képet is mellé tud tenni. Ez egy nagyon remek iskola, arról nem is beszélve, hogy a Magyar Rádió műhelyében, az akkori Magyar Rádió műhelyében olyan mesterektől lehetett tanulni az újságírás csinyát, bényát, akiknek a tudását én a mai napig használom valamilyen módon, mert átadták nekem, hogy, hogy hogyan kell, hogyan lehet, és hát akkor, amikor az ember 24 órát tölt meg tartalommal éveken keresztül, az szintén kiélesíti az ő figyelmét arra, hogy mi az, amiben történet van, mi az, amiben story van. Ebben a történet és story keresésben voltak olyan gyökerek, olyan emlékek, amiket gyermekkorodból hordozol? Mert hogy ez a nagy úti élmény természetesen bennem is felveti a kérdést, hogy akkor netántán Mark Twain-nel, vagy, vagy Verne Gyulával, vagy hemingway jel telt a gyermekkorod. Mark Twain-nel, abszolút. Igen? A első regény az egyik, amit elolvastam, igen, abszolút. De hát ott voltak a népi hősök is. A népi hősök, a Ludas Matyi. Lutas Matyi Lutas Lutas Maki Lutas Maki hát most megint azt a korszakot éljük, amikor majd jönnek itt a nádorok, meg a főispánok, meg a hajduk. Lehet, de lehet, hogy csak gumicsont szintjén zárójelbezárva, bezárva, szóval, hogy ezek az élmények azért felvértezik az embert arra, hogy a szókészlete gyarapodjék, és aztán utána ne jöjjön zavarba, hogyha egy mikrofon elé kerül. Én azt gondolom, hogyha az ember önmagát adja, és nem akar más lenni, mint aki, nem akar többet mondani, vagy nem akarja, hogy többet gondoljanak róla, mint ami van benne, akkor igazából semmi gond nincsen. És azt a természetességet, ahogyan ö viselkedik az ember utazás közben, vagy ahogyan én mondjuk felnőttem, mert én egy félig paraszti közegből származom, azt az ember így hozza magával. Tehát ez azt jelenti, hogy azt mondja, amit gondol, úgy viselkedik, ahogyan van, és az utazás közben olyan próbatételek elé áll, hogyha nem azt mondja, ami van. Tehát azt mondja mondjuk egyszer, hogy nem éhes, amikor kínálják, miközben éhes, mert udvariaskodni mm -hmm. akar, akkor lehet, hogy utána két napig nem lesz lehetősége enni. Most mondok egy ilyen extrém példát. Tehát az utazás közben, amikor az ember kiszolgáltatott, mert nincs hol aludnia, vagy nincsen pénze, például, én azt is megpróbáltam. Sőt, volt egyszer, hogy egy olyan helyzetbe kerültem, Argentinában voltam, Buenos Airesben, hogy elveszítettem a bankkártyámat, és ott álltam Latin Amerika közepén, egy fillér nélkül, és egy, szintén egy ilyen csodaszerű dolog történt velem. Magyar nyelven beszéltem, telefonon, és pont a helyzetemet ecseteltem, amikor egy asztallal mellette megszólalt valaki, magyarul magy törte a magyar, hogy te magyar vagy? És kiderült, hogy ez a lány 10, évei, 10 évei, végén, 20 évei elején járt, ő magyar származású, és ö, cserediák volt Kaposváron, uh -huh. és kiderült, hogy ahova én éppen készülök, szállt a városába fent a bolíviai határnál, ő ott lakik, és ő most megígéri nekem, hogy nincs semmi gond, semmi probléma, az ő szobájában alhatok, és az ő édesapja fog engem várni a repülőtéren. Ezt, ezt, uh -huh. én, ezt el se hiszi az ember, akkor, amikor ebben benne van. Hogy másnap megérkezik egy több száz kilométerre lévő városba, ahol szeretettel, feltétel nélküli szeretettel, szobával és mindennel várják, mert hogy éppen úgy alakult. És természetesen, hogy erről a folyamatos áramlásról beszélgessünk. Én ugyanezt megadom azoknak az embereknek, akiknek éppen úgy adódik, hogy nincs hol aludniuk. Tehát a couchsurfing az egyik mm -hmm. kedvenc műfajom. Nagyon szeretem ezt a fajta utazási módot. Bár ez sem olyan már, mint régen, mert megváltozott. Ez arról szól, hogy olyan emberek, akik nyitottak és utaznak, van egy profiljuk, és el lehet embereket befogadni a saját otthonába. Befogadhat embereket, és nekem ott van a profilom, hogy beszélek spanyol, hogy jönnek olyan latinamerikai emberek, akikkel én például tudom a spanyolomat gyakorolni. És ez arról is szól, hogy egy ilyen kulturális ismeretcsere, és leírja az ember, hogy mit ad és mit tud adni. Tehát amit te utazol, addig ők ott laknak nálad. Nem, én ott vagyok velük a ja, couchsurfingnél. Ott. Ott, ott vagyunk egy légtérben, és én megmutatom nekik a várost, az országot. És van olyan, hogy vissza tudja az ember adni ugyanannak az embernek. Uh -huh. De ez úgy működik természetesen, hogy nem annak adod vissza, aki neked segített, hanem mindig valaki másnak. Uh -huh. Tehát, hogyha az ember jót ad ki, akkor nagy valószínűséggel jót kap vissza. Ez, ez is, amilyen az Adjon Isten, olyan uh -huh. a Fogadj Isten. Szóval ezek ezek nem bonyolult dolgok rájönni arra, hogy hogyan lehet jobbá tenni az embernek akár a saját életét, és a saját élete jobbá tételével a mások életét. Ez Mert... olyan szép így, és ez biztosan így is van, csak amikor hazajössz párnapra és látod a búskomor tekinteteket, a lefelé szegezett tekinteteket, akkor akkor érzed, hogy, hú, itt valami, itt valami nagyon nem stimmel. Képzeld el, hogy én nagyon gyakran megteszem azt, hogy amikor búskomor tekintetet látok, azzal az energiával, ami bennem dolgozik, vagy amit hazahozok, vagy ami egyébként is bennem van, kibillentem. Nagyon hálásak az emberek a figyelemért, a mosolyért és a szeretetért, és van olyan, hogy beletörik a bicskám, de azért alapvetően én törekszem arra, hogy jót adjak, és akkor jót is kapok vissza. És sikerül az energiavámpirokat is kicsit félretolni. Hát igen, ez, ez, is egy olyan dolog, ami, ami kifinomodik, hogy az utazás közben, mert akkor nagyon értékessé válik az energia, mert nem biztos, hogy az ember tud aludni éjszaka. Lehet, hogy egy éjszakai vonaton tölti az éjszakát. Tehát nagyon érzékeny lesz a, arra, hogy ki a jó ember, és ki a rossz ember, mert hogy biztonságban kell lennie, állandóan ébernek kell lennie, takarékoskodnia kell az energiával, az étellel, rendkívül okosan kell beosztania az idejét, mm -hmm. és hogyha az ember az utazások ö, alatt tanul dolgokat, rávetíti a, a saját életére, akkor annyira egyértelmű, és tisztán válik, hogy okosan és jól kell gazdálkodni az idővel is. Mert hogyha van egy hónapod, vagy egy heted, vagy egy napod valahol, olyan le lesz az az egy nap, egy hét, egy hónap, amit te beleteszel, uh -huh. és az életedet is fel lehet így építeni, hogy olyan lesz az életed, amilyenné építed. És ez a határpont, ez hol következett el? Mert olyan, olyan hát egy fiatal bölcsemberrel beszélgetek, aki hát sugároz energiát, de hogy te a korábbi interjúkban, tehát mondjuk a 8-9 évvel ezelőtti interjúkban, te úgy meglebegtetted ezt a 40-es életévet, <laughs> hogy itt valami fog történni, és valóban, tehát szerintem az az év volt az, amikor elkezdted a világjárást, Ilyenkor egyébként, ha, ha, radikálisan nagyot vált az ember, és mondjuk rádiós korszak után, vagy divatlapok éléről elmegy az ember, és elkezd utazni, akár mondjuk csak rövid távon, mondjuk egy El elindul, akkor ott érezni, hogy, hogy valami hiányzik az életéből, vagy valamire választ keres, valamilyen törés következett be, gyógyírt remél az utazástól. Nálad, hogy ez egy tartós életformát jelentett, ö, ezt megelőzte valami fajta törés, vagy valami ráismerés, ráesmélés? Nagyon érdekes dolgokat ö, hozó szóba. Az életközepi válságról valószínűleg nem tőlem hallanak először a hallgatók Igen. sem. Ö, nekem egyszer volt egy rádióműsorban egy olyan vendégem, aki fogorbosból lett a Kertész, egy örmény származású hölgy és ő azt mondta nekem, hogy a lélek az 40 körül mindenkinél kopogtat, és vagy meghallja valaki, vagy nem. De hogyha nem hallja meg az ember, hogy kopogtat, akkor lehet, hogy elmegy és nem jön vissza többet, és végig lehet úgy élni egy életet, hogy az ember nem a saját életét éli, hanem, hanem, boldogtalan, puffok, durrok, stb. másokat okol, szidja a főnökét, kifogásokat keres. Én is találkoztam már ilyennel, hogy könnyű neked, mert... Mindenkinek pontosan ugyanannyi lehetősége van egy teljes boldog életet élni hogyha megtalálja azt, ami őt igazán boldoggá teszi. Nekem az, hogy elindultam, és uh, utazás közben kezdtem el készíteni azokat a tartalmakat, amiket korábban húsz évig nem utazás közben készítettem. Tehát én ugyanaz csinálom. Bár volt egy kis divatújságíróként, te azért Claudia Schifferrel találkoztál, jártál gondolom nagy divat bemutatókra, tehát ott az utazási formában már belekóstoltál. Hát. Csak, csak az egy szabályozott keretek között ott meghívó érkezik, esetleg szállás is van. De komfortosabb az élet. Igen, de ha én belegondolok abba, hogy hogyan éltem, hogyan alakult az én életem, akkor a divatújságírást én egyébként a kulturális újságírás egyik formájának tekintem, amiből kb. három év az, amikor erről szólt az én életem, a nyolcból. De, hogy, de hogy amikor egyetemista uh -huh. voltam, akkor például én a, a moldvai Csánkbukhoz jártam az ezer éves határokon uh -huh. kívül egy különleges népcsoportnak az életét kutatni. A mai napig az egyik legemlékezetesebb, legfontosabb utam volt ez, mert ott találkoztam először azzal, hogy milyen az, amikor az ember térben utazik, és mégis időutazást hajt végre. Fantasztikus ez, ahogyan nyugatról elindul uh -huh. keletre, és amit én láttam mondjuk, itt, tudom 15 évvel ezelőtt New Yorkban, hogy mindenhol nápoi pizzéria nyílt, azt most látom Budapest, amit látok, láttam 20 évvel ezelőtt Spanyolországban, mert ott éltem 21-22 éves koromban egyetemistaként, meg akartam tanulni ugye uh -huh. a nyelvet eredeti környezetben, azt látom most, és amikor meg keletre megyek, amikor meg keletre megyek, akkor meg azt látom, hogy mondjuk Belarusban láttam a 20-30-40 évvel ezelőtti Magyarországot, Kubában láttam a rendszerváltás előtti Magyarországnak a nyomait. Tehát nagyon izgalmas, amikor amikor egy időkapszulában lép az ember, akkor megérti azt ezt a kelet-nyugat áramlást, nagyon-nagyon izgalmas felfedezés, és az, amikor hat évvel ezelőtt ezen a héten indultam el pont az első független szabad utamra, Grúzia, Örményország, Irán, ezeket tűztem ki, egy nagyon pár ezer forintért vettem egy jegyet kutaiszi és onnant kezdve stoppal, busszal, emberekkel megismerkedve az ő útjukon, mint egy kis karaván mentem az úti célom felé. És azt láttam, hogy nagyon érdekes megfigyelés volt, hogy a kenyér egyre vékonyodik, mm -hmm. és aztán Iránban már papírvékonyságú, és az ágy is egészen kisebb vékonyodik, és Iránban eltűnik. Tehát milyen, amikor először emlékszem, hogy egy egy családnak a vendégszeretetét élveztem, pont akkor, amikor a Qashqai törstől Siráz mellől jöttem vissza Iszfahán felé, és ö, azzal, akivel megismerkedtem a buszon, nagyon jó barátok vagyunk a mai napig, meghívott az esküvőjére, és a Morteza Asadi, így hívják, nagyon kedves ezüstműves barátom, és amikor megmutatta azt, hogy ők hogyan élnek, akkor meg azt éreztem, hogy a középkorba léptem vissza, és Iránban más az időszámítás mm. is, ott olyan 1400-1500 körül járhat most az ő naptárjuk szerint az idő, és azt láttam, hogy a perzsa kultúrának az a mérhetetlen gazdagsága, ugye a perzsa kultúra volt valamikor az, ami most Párizs, tehát a kultúra csúcsa és központja és mindene, és 1978-ban történt ott egy változás, aminek az is köszönhető, hogy ott mintha megállt volna az idő, vagy másképpen ketyeget volna az óra, de abban, a, abban az ősi ö, vendégszerető perzsa kultúra, hogy az első lépés ugye az, hogy befogadod azt, aki aki úton van, és emlékszem, hogy ennek a, a srácnak az édesapja az irak iráni háborúban harcolt, és ő volt az, aki emlékszem, hogy meg, megérkeztem, akkor azonnal egy, egy, egy főtételt elém, tehát hogy ki tudja, hogy mikor ettem utoljára, és az, amit akarok ebből az egészből mondani, hogy milyen volt az, amikor megérkeztem ugye ennek a családnak a házába, és mondta, hogy jó, hát akkor most már aludjunk, és így eldőlt a szőnyegen. Én akkor vettem azt észre, hogy az itt Élő emberek, azok a földön alszanak, nincs bútor sem. Hmm. És aztán volt olyan persze Teheránban nyilván, tehát, hogy ott is a nyugati kultúrának, meg annak a kultúrának is van olyan része, ahol van ágy. Olyan is volt, hogy egy családnál voltam, ahol egy darab egyszemélyes ágy volt, és azt felajánlották a vendégnek, és mondjuk a 70-valahány éves anyuka az a földön alud, de nem azért mert, hanem mert, hogy ott ott, ott a földön alszanak. De ilyen élmények azok menet közben adódnak. De amikor meg kell hozni egy nagy döntést, hogy jó, akkor én most egy radikális váltással odahagyok mindent, ami Magyarországhoz kötött, és elindulok, és, és néha visszatérek, de alapvetően állandóan úton leszek. Ehhez egy nagy vakmerőség kell, és hát ezt finanszírozni is kell. Bár azt mondod, hogy néhány ezer forintból ki lehetett hozni az első utat, ha belegondolunk, ma, hát félmillió forint egy négy tagú családnak. Balaton, Balatonra lemenni. Szóval, hogy ezek szerint nem is minden a pénzkérdésről szól. Szerintem nem feltétlenül pénzkérdése volt utazni, de azt fontos hangsúlyoznom, hogy én munkát végzek, miközben utazom, Persze. és nem elhagytam Magyarországot, hanem ide térek folyamatosan vissza. És az is nagyon fontos szerintem, hogy az ember ne váljon gyökértelenné. Tehát én ebben a független életemben sokkal több minőségi időt töltöttem a nagyszüleimmel Bihar nagybajomban például, mint korábban, amikor multinacionális nacionális vállalatoknak dolgoztam, tehát nagyon másképp gazdálkodom már az idővel, és hozzáteszem... Tehát a mókuskerék ez elmaradt, illetve a, te, te rendelkezel a saját időt felett, és csoportosítani tudod az utazásokat, a hazatérést. És Pontosan, akkor is. és én azért elég sok olyan munkát végzek, amihez Magyarországon kell lenni, egyébként most a könyves szakmába is már így bele-bele kóstolok, mm -hmm. vagy belemerülök, vagy belemélyedek, tehát, hogy én nem úgy vagyok folyamatosan úton, mint egy digitális nomád, aki más országokban ö, egy ö, gép mellett ír és dolgozik, hanem én úgy készítek tartalmakat, fotókat, történeteket, cikkeket, ö, hogy, hogy az utazási élményeimből készítem el ezeket a tartalmakat. És az, hogy én hat éve csinálom ezt, ez azt is jelenti, hogy én elég mélyen bele kerültem ebbe a szakmába, és vannak meghívások. Tehát hivatalos meghívások, turisztikai szervezetek hívnak meg, vagy városok mm. hívnak meg. Majdnem minden nap érkezik egy meghívás valahová. Most például, hogy Szerbiában voltam, és egy nagyon autentikus falunak a, a, a háza előtt ültem, és kitettem erről egy képet. Akkor Erdéből kaptam meghívást, érdekes módon, hogy nagyon szeretünk, nagyon régóta olvassuk a blogodat, és szeretnénk, ha meglátogatnál minket. De az, amit. Az ember beletesz, annyit vesz ki. Ez egy nagyon fontos törvény egyébként a jogának is, hogy minél többet teszel bele, annál többet veszel ki. Tehát, hogy azért ez nem arról szól, ez egy nagyon fontos dolog, hogy én élek bele a világba, hanem ez egy nagyon komoly intézményé vált tartalom készítő intézményét, csak az nagyon fontos, hogy én azt csinálom meg, azt írom meg, olyan fotókiállítást rendezek, vagy olyan regényt írok, amilyet én szeretnék, és aztán egészen más energiájú anyag jön létre, hogyha az ember munka közben dolgozik. Ez nagyon furcsán hangzik, tudom, de például én még ebben a hónapban egy alkotó elvonulásra fogok menni Szicília szigetére, amit hogyha ö, úgy ö, mennék el, ahogyan elsőre az embernek eszébe jut, hogy foglal egy szobát valahol, vagy néz egyet az Airbnb-n, vagy megnézi a booking hogy mit tudom én hol, hogy mit lehet. Én nem így indítottam el. Én egy egészen más úton indultam el. Nagyon komoly munka, ki kell találni, fel kell fedezni, interjúztattak, és én egy villának a kertjét fogom gondozni. De Ugye eredeti szakmám kertész, még jó, jól is jön ki. Is Csend van, nem kerül 5 7 800 ezer forintba az egy hónapi ott létem, és tudok a második könyvem ö, finomításával foglalkozni. tudok ezzel, azzal foglalkozni. És milyen nagy luxus manapság a csend. Szerintem a legnagyobb. A legnagyobb, ugye? a legnagyobb és a legnehezebben megtalálható. És én csendet kezdtem el keresni, és ilyenkor, ö, amikor, amikor például lehetett volna egy írói ösztöndíjjal is valamit ö, kezdeni, például, vagy megpázni, de én azért is választottam ez, meg nagyon sok, sok mm. helyen próbálkoztam. tehát Szóba jött Havanna, mert annak ismerem az alkotó energiáit. szóba jött Berlin. Ha Budapesten maradok, akkor pontosan tudom, hogy itt egy szüli nap itt egy otlé, tehát nem tud az ember elmélyülni, és nem tud egy olyan minőségű ö, csendet megteremteni maga körül, ami kell egy olyan színvonalú ö, irodalmi szöveg megalkotásához, amire én éppen, illetve már elkezdtem. Úgyhogy ezért megyek úgy Szicíliába, hogy igazából nem is nagyon fizetek érte semmit, viszont keményen dolgozom, érte? Igen. Naponta. Mert az kell, hogy egy napi szintű ö, ö, munkavégzés legyen, és úgy kell a napot struktúrálni, hogy ö, és biztos vagyok benne, hogy más energiák mozdulnak meg. A, a fizikai munka, a szellemi Igen. munka, az egyensúlyozás. Ezt néhány évtizedel ezelőtt mondjuk az alkotótábori lékör teremtette meg, bár tulajdonképpen ott is írók egy, szinte össze voltak zárva, és átjártak egymáshoz, tehát ott sem lehetett azt az elszigetelt írói alkotóperiódust megélni. De az is milyen jó lehet, mert hogy egymásból is inspirálódnak, és én biztos vagyok benne, sőt, még lehet, hogy ebből a történetből is születhet valami. Az az arisztokrata asszony, aki engem interjúztatott, hogy kit be a villájába, nyilvánvalóan egy izgalmas történetet ígér nekem egyébként. Tehát, hogy ki az a család, mikor, hogyan éltek, hogyan épült az a villa. Tehát, hogy ez a, meg el, hogy valaki megérkezik Olaszországba, megérkezik Szicília szigetére, mi veszi őt ott körül, mivel fog találkozni, hát. kikkel, miért, hogyan. Tehát ez már bármi, bármi történik, az már story innentől kezdve. Story lehet például Adi Endre Párizsi szobáját felfedezni, és mi a nagyobb kihívás például ezt a, ezt a Párizsi szobát megtalálni, ebben eltölteni néhány napot, vagy pedig mondjuk egy szintén másik csendet kereső helyszín a Kilimanjaro, ahol ami fizikai kihívás is, tehát a fizikai vagy a szellemi kihívás, amit téged igazán vonz? Nagyon-nagyon jó kérdés, mert a fizikai kihívás az nekem nem jött be. Tehát én az életemet kockáztattam hát a Kilimanjáron, hogy? és én nem tudtam, hogy az életemet kockáztatom. Hát öm... számos öm, hazai tragédia már, már, megelőzte ezt a, ezt a kalandodat, hát azért itt a hegy, hegymászóink egymás után öm, én, el, én erre nem gondoltam akkor, amikor... Jaj, öm, amikor hát azt, hogy én meghallhatok, hogy fölmegyek egy, 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 egyébként nem technikai csúcs a Kilimanjaro, ami azt jelenti, hogy, 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 hogy föl lehet menni lábon, tehát hogy viszonylag egyszerűen, de az oxigénhiány azért az elég komoly mm. uh, mm. sérüléseket tud okozni, tehát uh, a kérdésedre fókuszálva és válaszolva a szellemi kihívások uh, engem jobban izgatnak, és nagyobb kielégülést uh, hoznak akkor, amikor sikerül valamilyen módon uh, magamévá tennem uh, valami olyan uh, dolgot, ami, ami nem megy könnyedén, mert hogy én a harmóniára törekszem már az életemnek ebben a szakaszában. Uh -huh. Mert hogy eléggé sok szenvedélyes uh, kihágáson volt, fogalmazzam uh -huh. ezt így nagyon uh, finoman. Uh, szóval, hogy szerintem jó, hogyha az ember uh, megtalálja maga körül a harmóniát, mert, vagy magában, mert akkor ezt adja át. És én nem hiszek abban, hogy düböl lehet írni például. Én abban hiszek, hogy nagyszerű alkotások úgy is létre tudnak jönni, hogy az ember békében él magával és a világgal. És hörgés. Ordítozás, dühöngés helyett a saját dolgát végzi, és magára koncentrál, és a saját nézőpontját látószögét próbálja változtatni, uh -huh. és biztos vagyok benne, hogy átadhat. Tehát én más sem csinálok, mint saját magamon átszűrve tartalmat adok át. És olyan visszajelzéseket kapok, hogy a regényel olvasása után az embereknek feltöltődik a lelke, vagy pozitív energiával töltődnek fel. Átszűrődés, ez hosszú évek munkája, tehát ahhoz, hogy te az első kötetedet, a tavaly megjelent dármát megírd, ez neked legalább minimum 15 év. 15 év, amíg gyűjtögetted a mondatokat és a ne, főhőseid neveit is. Igen, mert én azért is mentem bölcsészkarra kertészeti technikumból, hogy, hogy írással foglalkozzak, tehát botanikus vagy író akartam lenni, és szerintem ahhoz, hogy az ember regényt ír, kell valami fajta érettség. Nem kétségbe vonva azoknak az embernek a talentumát, akik ezt már meg teszik 20 vagy 25 évesen, és én még mindig úgy érzem, hogy annyira az elején vagyok ennek a történetnek, hogy most kezdődik el igazán az az út, amikor én el tudok mélyülni. Nagyon sok tapasztalást adott az első regény megírása, azok a visszajelzések, és hát e, ilyet se csináltam még egyébként, hogy elvonulok Szicília szigetére alkotni, mert hogy ez is egy új, tehát hogy mindig keresek újat, mindig keresek kihívást. A Kilimanjaro is ez volt egyébként, és van, ami bejön, van, ami nem jön, de ha nem keres az ember állandóan újat, ha nem keres kihívásokat, akkor nem találja meg a saját útját. Hát, ha mindig benne van a kockában, akkor, akkor hogyan találja meg azt a csodát, ami aztán átadható lesz másoknak? Tehát a Darma, ami a regénynek is a címe, az is arról szól. Tehát, hogy a, a saját magadban lévő alkotőrű, vagy tehetség, vagy bármi, amihez ért, ez annak a megtalálása és mások szolgálata. És ami a különleges, hogy az alkotás egy jelentős része is, Útközbeni történés, vonaton, tehát egy Budapest-Debrecen távon milyen fejezetek tudnak megszületni? Igen, hát a regényt én, én vonaton, nagyon Igen. sok részt írtam vonaton egyébként, és például azt a részt, amikor az eperfa jelenet, az, az pont Budapest és Debrecen között született. Van ebben a regényben egy olyan mondat, vagy egy olyan jelenet, amikor érik az eper. Egyébként pont most vagyunk ebben az időszakban, és kapok, uh -huh. majdnem minden nap kapok olvasói visszajelzést, és több mint egy éve már. Hogy hol tartanak, hogy mit adott nekik, hogy, 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 hogy érik az eper, és akkor fotókat a világ nagyon sok pontjáról. Most például eperfás fotót kaptam, hogy valaki így feltartott. Képzeld el, Péter, de ismeretlen emberek. A közösségi médiának köszönhetően elég könnyű kapcsolatot teremteni mondjuk egy regénynek a szerzőjével, és, és, és nem is tudom elmondani, hogy az mekkora siker élményt ad, amikor tényleg utat talál az olvasóhoz egy regény. Ez a fránya közösségi média munkaeszköz, mert ezen keresztül tudsz az olvasókhoz eljutni, Na de ha a magyar viszonyokat nézzük, és felszállsz egy metróra, akkor azt látod, hogy száz emberből 98 a kütyűjében, valakinél mondjuk egy kósz embernél mondjuk ott van egy könyv. Nem csak kósza szerintem, képzeld el, én azt gondolom, hogy olvasni egyre többen olvasnak, én azt látom a metrón is, hogy többen olvasnak. Majdnem mindenki kütyűzik, de korábban hmm. meg újságot olvas de egy picit, mintha többen olvasnának már hát a metrón. Észre? Én ezt veszem hmm. észre, Budapesten is, meg Párizsban is, tehát, hogy... Azért hogy... megyek kérdez, kérdezni téged Igen. erről, mert hogy a világban az érzőszevetés, csak BKB. megvan. Meg én csak BKV-val közlekedem, mert is. nincsen jogosítványom és pontosan emiatt eh, emiatt tudok másképpen kapcsolódni eh, egy helyi közösséghez, vagy egy általam ismeretlen ország, általam ismeretlen kultúrához, mert rákényszerülök arra, hogy kommunikáljunk, hogy beszéljünk. Hát arra emlékszem Grúziában az első önálló vagy független utamon, hogy hogy jött elő az általános iskolai orosz, amit mm. nem tudom, azt hiszem négy évig tanultam, már felső tagozatban nem kellett, mert megtörtént a rendszerváltás, és én soha egyetlen orosz mondatot nem tudtam összerakni az általános iskolás koromban, de amikor Grúziában beszálltam abba az iránytaxiba, a, a, mm. a marsutka orosz nyelven, vagy a, a másutkának kívánk ezeket, az, összegyűjti az embereket, és amikor megtelt, akkor elindul, és akkor meg tudtam kérdezni, hogy kudámi vigyom, hová megyünk, hmm. soha nem tudtam egy mondatot összerakni. És onnan gondolom, hogy sikerült, mert válaszoltak rá, de és jó, oda mentünk, de jó, de jó, de jó. igen. De jó. Szóval remek dolog ez az utazás, és nagyon sokakat ez, ez motivális az alkotásra, Például Jordán Tamás Budapest és Nagykanizsa között, Budapest és Szombathely között tanulta a szerepeit, amíg a Szombathelyi Színház igazgatója volt a Vörös, Vörös -Sándor Színház vezetőjeként. Míg, míg leért, vagy, vagy egy oda-vissza returúton, már meg is volt a szerep és a karakter. Az más kérdés, hogy esetleg ott magában motyarázhat, és mit gondolt róla esetleg egy kupéban néző, de hogy, de hogy mi minden tud útközben megteremtődni. Ez is motiváció. Motiváció az írásban nálad a zene, az illatok, és ha a múltba visszamegyünk, akkor még a sertésmájkrém is. Tényleg, De? mert igen, ezt pont a, a könyvemutatóján mondtam el, a Margó fesztiválon mutattuk be a regényt, hogy amikor kollégista voltam a Gyulai Kétegyházi úton, a húskombinátnak volt ez a munkás szállója, és az volt a kertészeti technikum a kollégiuma, ahol hentes srácokkal laktunk együtt kertészek, és ez is egy ilyen két világ volt, hogy voltak a hentesek, meg voltak a kertészek, és én sertésmáj krém, és a WC papír volt a valuta ugye azokban az időkben, mm. és ez, ez volt, ez, ezzel lehetett fizetni. Én szerelmes verseket írtam ezekért a valutákért, mm. akkor, amikor kollégista voltam, és ez is egy nagyon izgalmas világ, tehát ebből is regény születhet. És a divatvilágban résztvevő megfigyelőként élni nyolc évet, na abból milyen regény születhet, amikor az ember mondjuk a kelet-európai Devil Wears az Ördög prada visel, címmel került a magyar mozikba, tehát egy olyan, és már akkor, amikor én ebben benne voltam, ugye írónak készülve, hát én akkor már pontosan tudtam, hogy, mondjuk egy magazin főszerkesztőjeként a világ divatvárosaiba, de még az irodalmi közegnél is zártabb talán a divatvilág egyébként, tehát hogy a, ezek ilyen elit csoportok, közegek, akik nagyon ö, megnézik, hogy ki az, aki bemehet, vagy be, kit engednek be, kit nem, stb. stb. Tehát, hogy egy ennyire belső zárt világból nyolc évig folyamatosan anyagot gyűjteni, információkat szerezni, hát az egy szuper nyersanyag, anyag, amit... amit ö, egy bizonyos idő távolságából föl lehet dolgozni. Még nem tartok ott egyébként, mert úgy érzem, hogy közel vagyok ahhoz, hogy egy, hogy, egy, hogy, egy, hogy egy nagyszerű alkotás születhessen, uh -huh. vagy egy igazán különleges regény, vagy történet megíródhasson ebből az időszakból. De hát olyan, tehát hogy, hogy Párizs nyú... tehát képzeljük el, hogy valakinek az a munkája, hogy a világ divatvárosaiban, divatbemutatókon üljön az elsősorban, illetve ez a munkájának a része, mert azért ez, ez is egy elég komoly munka, meg favágás, de hogy, de hogy ebből remek történetek születnek majd. Nem égtáj, és ország országfüggő az, hogy milyen élményeket kapunk, mert te, aki tényleg háromszor körbeutaztad a Földet, és világvárosokban jártál, a Covid ideje alatt, amikor minden lelassult, minden megállt, akkor, akkor talán éppen olyan nagy úti élményt jelentett Hanvas Béla házában, a Kőhegyen Ú, de jó megpihenni. Volt az. Amikor naponta 5 liter víz áll rendelkezésedre, mert nincsen abban a házban áram, nincsen víz, hanem hozni kell a vizet, és, és minden lelassul, minden egyszerűbbé válik, természetközelibbé válik. Kicsit visszaidézi, gondolom, a gyermekkoronat a botanikus vágyámokat. Szóval egy kicsit vissza a gyerekkorba. Lehet, hogy erről is szól az utóbbi hat éved az álmodozás, egy álmodó kisfiúnak a megvalósulásai. Nagyon jó, hogy ezt a Hanvas Béla házát szóba hoztad, mert ez egy fantasztikus élmény volt egyébként. Az utolsó simítások, meg a regény vége, meg egy nagyon fontos alapinspiráció, az ott született meg abban a házban, ahol Hanvas a Karnevált című regényét írta. Ez Szentendre közelében a Kőhegyen van, most egyébként eladó láttam, hogy meg lehet venni. Én oda beköltöztem egy ugyanilyen alkotó elvonulásra, mint amilyenre most Szicília-szigetére megyek, és... Nem volt áram, nem volt víz, egy kancsó vízzel fű. Egyébként itt megtanultam és megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor amikor nem úgy van meleg Decemberben, hogy az ember megnyom egy gombot, vagy fölcsavarja a akármit, hanem kimegy fájért. Egy ilyen ö, komfort nélküli, de rendkívül inspiráló és szuperalkotó energiákkal teli házban az ember 24 órán keresztül éber. Mert először is nem tudom, hogy abban az éjszakai csendben ki, ki hogyan jön oda, és én védtelen vagyok. Ugye vannak ilyen típusú beavatások mm. Latin-Amerikában, amikor a dzsungelekben, a sámánoknál, amikor kint kell aludni a vadonban. Nem házikóban, kint a vadonban. És mondjuk ez egy nagyon. Tehát a valódi beavatásokhoz képest ezek nagyon. Tehát nem mérném ezt a kettőt, nem hasonlítanám össze. De mindannyiunknak vannak félelmei, mindannyiunknak, férfiaknak, nőknek, minden, minden embernek van félelme, amivel előbb-utóbb szembe kell nézzen, vagy szembe fog nézni, vagy ha nem tompítja magát mondjuk túlzott médiafogyasztással, vagy manipulációval, akkor. Előbb-utóbb a tisztulási folyamat része az, hogy ezeket a félelmeket megtalálja és elengedi. Na most ebben a, az elvonuló csendes alkotásban én ezekkel újra találkoztam, ezekkel a, a, a félelmeimmel, de azt éreztem, hogy ha minden ö, percben és órában nekem gondoskodnom kell magamról, hogy legyen vizem, legyen meleg körülöttem, legyen. Ö, Ételem, mondjuk is meglátogattak és hoztak nekem ételt. Ez onnan jött egyébként, egyszer Oroszországban voltam, pont Jaroszlávban egy olyan Airbnb-t foglaltam, hogy a, a, gyere, a gyere és aludj a konyhánkban, és azt hiszem, hogy 6 euró volt egy éjszaka. Hát mondom, ez mekkora fantasztikus Igen. dolog, hát ezt azonnal, azonnal rá kell ugrani. És ott megismerkedtem egy fiatal házaspárral, aki egy macskával és egy gyermekkel élt, egy nem tudom, egy ilyen 15 négyzetméteres kis jároszlávi otthonban, és ők vittek el engem a fiúnak a szülőfalujába, ahol még nem tudom, nem hogy turista, még nem tudom, madár se jár, de tényleg, és ott egy remeteházához vittek, onnan jött nekem ez az egész inspiráció, aki azt mondta, ez a, ez a remete, ott volt csodatévő víz az úton, minden, amit el tud az ember képzelni, egy ilyen érintetlen, romlatlan világradású tél volt, mert szilveszterezni mentem Moszkvába. Tehát ugye ebből, ebből csöppentem, aztán ebbe bele. És egy olyan remetének az életét mesélték el, vagy mutatták meg, hogy elege lett a világból annak az embernek, azt mondta, hogy a világ képmutató, ezt nagyon gyakran idézem egyébként a cigányhimnuszból, a képmutató lett a világ, van egy ilyen mondat a cigányhimnuszban, és azt én ki akarok vonulni belőle. Az egyik leghíresebb graffiti is ez, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok uh -huh. szállni belőle. Na most ez a, ez a remete, kiszállt belőle, hogy őt hagyják békén, neki csendre van szüksége és annyira izgalmas lett a többi ember számára az, hogy ezt megmerte tenni, hogy folyamatosan mentek hozzá szavakért, gyógyító szavakért, vittek neki ételt, és akkor én a hanvasházba való kiköltözésen mondtam néhány barátomnak, hogy ha van kedvük, akkor látogassanak meg, de hozzanak ételt. Úgyhogy mm -hmm. az, egy, az egy nagyon, nagyon különleges és nagyon izgalmas elvonulás volt, de ez megint azt húzza alá, amit mondtál, hogy nem kell feltétlenül messzire menni, de van, amikor meg el kell menni, de hát, hogy, hogy azzal kell Kezdeni valamit, ami van, és egyébként, ha két évig be voltunk zárva, akkor miért nem mehetnénk el egyébként, most én ezt magamnak is mm -hmm. mondtam egyébként, hogy egy, egy más ö, ö, energiájú, ö, más ö, levegőjű, más színű városba, vagy kertbe, más képpen jönnek elő a szavak, a, a valószínű ugyanúgy elő fog jönni a, a múltamból valami, vagy a gyerekkoromból valami az, hogy egy kertben fogok élni. Hát ki tudja. De nem tudom előre, nem tudom, hogy mi lesz. Én csak azt tudom, hogy a nyitott szívvel indulok el, és mindent megteszek azért, hogy megtörténjék, az, ami miatt oda megyek, akkor valami fog történni. Tehát, hogy, hogy ha meg eltompulva, nyafogva, puffogva, akkor meg nem fog történni semmi. Úgyhogy nincs ideje és helye a puffogásnak meg a nyafogásnak annak van ideje meg helye, hogy az ember jobbá tegye. Magával együtt az egész világot, bármilyen idealistán és naívan hangzik, én ezt vállalom. Kemény eztem. főnök vagy azért időnként magaddal? E, nem? Én, mondod, én voltam hogy hogy főnök, nincs... ott is kemény voltam, azt tudom, hogy úgy. Em, igen, nem, nem. Mondod, öm... hogy nincs, nincsen ideje a nyafogásnak, tehát hogy azért időnként igen, ne kell, ne mondok, kell ráznod magad. De igen, de most már hergelem magam erre a folyamatra egyébként. tehát, hogy így, Tudod, ez olyan, én úgy szoktam, írásos, nekem van, hogy én úgy hívom magamnak, ezt így neveztem, hogy bebikázom magad, bebiká, motor szokták, vagy nem tudom, mit ez a hogy olyan állapotba hozom magam, így fölhozom magam, hogy az így ki tudjon jönni, ami ott van. De kétféle módszerem van egyébként. Most én is most fedezem föl magamban, meg kísérletezem. Az egyik módszer az, hogy fölhergelem magam, és akkor így kijön, és akkor ilyen nagyon, és akkor pörög, meg olyan van, amikor nagyon megnyugszom, és akkor ilyen, ilyen, ilyen lágyan folytogálnak elő a mondatok. Nagyon ki kell ehhez kapcsolni a külvilágot, hogyha mondjuk éppen belföldön vagy. Akkor azért tudtam megtenni, mert be voltunk zárva. Hát emlékezz vissza, vagy emlékezzenek vissza a hallgatók. És olyan is volt egyébként, hogy este nyolckor már igen, be. Igen, igen, és igen. most megtudtam, Párizsban voltam nemrég, hogy barátokat látogattam, hogy ott meg este hattól volt. Képzeljük ezt igen. el, Párizs. Én nem hallottam erről, most hallottam erről, mert megbeszéltük a, a fájdalmainkat, hogy kit hogyan. Meg ez a... És vissza fogjuk sírni, hát emlékszünk a mi gyerekkorunkból a hétfői adásszünetekre a televízióban, hogy olyankor mindenki rádiót hallgatott, olyan csönd, de elkezdtek beszélni az emberek, illetve, illetve nem volt tulajdonképpen alternatív program, valahogy egy kis családi körben élt nagyon sok háztartás. A külső kényszerek néha, néha milyen praktikusak? Abszolút, hát, hát mert most hallunk egy csomó ilyet, hogy már most visszasírják a nem a COVID-vírus veszélyét, hmm. meg a lezárásokat, hanem az a nyugalmat, levést. az együttlétet, a közösen megélt ilyen bajtársiasság ö, jött létre, meg hát az is egy csomó hazugság kiderült, hogy vannak kapcsolatok, amik nem működnek összezárva. Tehát, hogy, hogy ö, érdemes egyébként mindennek megnézni a másik ö, oldalát is. Eljöhet-e az az idő, amikor egy kicsit lecsendesedettebb, egy kicsit tempójában visszafogottabb életet élsz? Ugye emlegettük ezt a 40-es életkort, ami úgy, úgy elindított és meglökött a világfele. Hát azért majd nem sokára jön egy ötven, vagy ne jogassalak vele? Képzeld ugye hogy én már úgy érzem, hogy valamennyire lecsendesedtem, de de van bennem nyilvánvalóan valamiféle feszültség vagy villódzás, ami nem hagy nyugodni addig, amíg, amíg van felfedezni való, meg van megírni való, Addig, addig nem biztos, hogy ez eljön, de hozzáteszem, hogy ahhoz, hogy az ember fölfokozott állapotban legyen, annak a párja a másik oldalon az, hogy, hogy, hogy nagyon nyugodt mm. tud lenni. Tehát a harmónia megteremtése a cél minden módon. É, és hogyha, hogyha az ember balanszírozik, mondjuk én most arra teszek kísérletet az a, a elkövetkezendő, hamarosan bekövetkezendő egy hónapban, hogy a fizikai és a szellemi munkával ö, balanszírozva hozzak létre valamit, amivel szerintem más energiájú ö, matéria születik. Másképpen forognak a, a fejben a gondolatok akkor, amikor olyan sokszor volt az, hogy írás közben azt éreztem, hogy kell valami fizikai aktivitás, valami monoton dolgot, mosogatás például nagyon bejött egyébként, uh -huh. mert hogy akkor, akkor, akkor másképpen ö, jöttek elő, vagy akkor, amikor leblokkoltam, vagy lefagytam, ilyen is van minden módon. Uh, utazás közben is van. Annak is van egy mélypontja, amikor az ember elátkozza a percet is, hogy éppen ott van egy lehetetlen helyzetben, és már is megtörténik utána a a mentő szakasz, amikor belecsöppen valami olyasmibe, ami elfújja ezt a baját. Tehát, hogy jó, hogyha kiegyensúlyozzuk Szerintem mindazt, amit ki tudunk. Én mondom most ezzel próbálkozom a fizikai és a szellemi egyensúly teremtéssel. Látom magam előtt, hogy mintha vezetnél egy ilyen kis értékelő füzetecskét, és a napot úgy zárod, hogy na ma ez a nap ez így sikerült, úgy sikerült. Nem csinálok ilyet. Nem? Nem. Nem, 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 Nincs nem, egy nem. ilyen önértékelés, egy ilyen napi önértékelés, kiértékelés. Ö, lehet, hogy szigorúnak tűnök magammal, de szerintem nem vagyok az, hanem inkább azt mondanám, hogy azt nézem meg, meg, hogy annak a napnak vagy órának, most nem, hogy leszakítottam-e a virágát, nem, hanem hogy, 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 hogy adtam-e értelmet annak a napnak. Egyszerű dolgokra is lehet gondolni. Hú, érsz, bölcsülsz, illetve hát ez a korral is jár, hogy megnyugtassalak, hogy, hogy most már tényleg meggondoljuk azt, hogy mire, mire áldozunk időt, mire szakítunk időt, és mi az, amit, amit, akár kapcsolatban, vagy, vagy akár elfoglaltságban hát el kell tolnunk magunktól, mert erre nekünk most már nincs időnk. Szerintem fontos, hogyha az ember ö, megtanul jól gazdálkodni az idejével, mert véges. Tehát, hogy, és annyi kerül bele, amennyit beletesz, annyit tud kivenni. Tehát, hogyha van mondjuk 60 percünk egy beszélgetésre, az rajtaad és rajta múlik, hogy abból mit ö, hozunk ki. Mennyi mindent adunk át. Ö, ha ez két óra, akkor mindjárt más a gyerekfekvése, ha három megint, más a ha harminc megint, ha tíz perc megint. És nem tudhatjuk, hogy meddig tart az életünk. Én ezekre a kérdésekre nagyon intenzíven kerestem a választ a regényemben egyébként. Tehát, hogy nem tudod, hogy mennyi adatot. Holnap is vége lehet, ma éjjel is vége lehet. És lehet, hogy 50 év múlva lesz vége, mert annyit fogok élni, mint a nagyapám 94 évet. Tehát, hogy nem tudhatod, hogy mennyi Hű. adatot, de azt meg tudod tenni, megteheted, hogy minden órának, percnek értéket és értelmet adsz. Hát adassék neked ez a 94. és azon túli <hül> időszak is, mert tényleg azért a világ felfedezni való csodái azért. Azért még kísértenek, úgyhogy további jó kilométereket kívánok, gazdagúti élményeket, fotókban, könyvben, írásokban, beszámolókban. Szűcs Péter, író, újságíró, világutazó volt, rádiós kollega, életművész volt itt az ötösben. Köszönöm neked ezt az elmúlt egy órát. Hát én köszönöm ezt a fantasztikus egy órát.